Drágula hal. Város karácsonyfája. Javíts egy jegyet. Egészség a városért. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. november 15-én 18 óra 5 perckor. Egy év alatt közel 30%-kal drágult a hal. Karácsonyig további drágulás várható. Veszélybe kerültek a tógazdaságok, pedig nem csak az étkezési haltermelés miatt, de ökológiai szempontból is hihetetlen értékkel bírnak. Az időjárási anomáliák, az általános drágulás és a nehezen hozzáférhető támogatások veszteségessé tették a halgazdaságok fenntartását. Egy nagyon fontos tényező a klímaváltozás érződik a magyarországi tógazdálkodáson is. A Dunántúlon nagyon nagy problémát jelentett 2021-ben az, hogy rendkívül kevés csapadék hullott, és a tavak vízszintje az üzemi vízszinttől legalább egy 20-30-40%-kal elmaradtak negatív irányban. Magyarul lényegesen kevesebb víz volt a dunántúli tavakban, mint az üzemi vízszint, és a hal élettere ezáltal radikálisan csökkent, és kevesebb hal is termett a Dunántúlon. Ez Alföldön, ahol mi is vagyunk itt Tisztasüljön, ez jóval kevésbé érződik, hiszen viszonylag kiegyensúlyozott a vízellátásunk a csatornák kiépítettsége miatt. Jellemző ez az alföldi tógazdaságokra. Nálunk nem is jelentkezik ilyen mértékű hal termelés hiány 2021-ben, de a Dunántúlon sajnos 15-20%-kal csökken a megtermelt hal mennyisége. Karácsonyig további drágulás várható, viszont átlagosan már most 27%-kal többe kerül a hal, mint tavaly. Akkor az élőponty kilónkénti ára nagyjából 1200 forint körül volt, most 1400-1450 forint. A pontyszelet 2300-2400 forint jelenleg, egy éve 2100 volt átlagosan. Szolnokon saját hal volt a rendelkezünk, ott a nyár folyamán emeltük meg a hal árát 8%-kal, és az éttermek is, de a vásárlók is elfogadták ezt a halárat. Megjegyzem, mivel benne vagyunk egy országos árvizsgálatban, amelyet aki csinál, ott látjuk, hogy a szolnoki hal volt a legolcsóbb az egész országban, tehát a mi boltunk a legolcsóbb, ami azt jelenti, hogy az élő halat mi most 1250 forintért értékesítjük, a pontyszeletet az pedig 1750 forintért adjuk. Ez már egy feldolgozott termék, a pontyszelet, ezzel már a háziasszonynak alig van dolga. A pontyfilé, amin pedig a feldolgozottságnak az egyik legmagasabb foka, az pedig 2050 forintért értékesítjük. A takarmány ára 46, az általunk használt gázolajé 35, a munkabérköltsége pedig 12%-kal emelkedett. Ezek a kiadás növekedések is hozzájárultak ahhoz, hogy már a padlóra került az ágazat. Elkerülhetetlennek látjuk, hogy emeljük a halárát. Az input anyagoknak az áremelkedés olyan mértékű, amit egyszerűen lehetetlenség most már követni a régi tóparti halárakkal. Az üzemanyag árak drasztikusan emelkedtek, ezt szinte mindenki érzi az országban, de a takarmányárakat már alapvetően csak az állattartók érzékelik. 2019-ben vagy 2020-ban 40-45 ezer forintért vásároltunk egy tonna kukoricát. Most 2021 őszén azt mondta a tisztesügyi igazda, hogy 10 ezer forinttal egészen biztosan nem ad egy kilogramot se. Tehát elképesztő mértékű az áremelkedés, ami már majdnem azt mondom, meg is kérdőjelezi az állattenyésztésnek a gazdaságosságát, szinte lehetetlen ilyen árakkal dolgozni. Magyarul meg kell, hogy emeljük a tóparton is, a tóparton az élőhalnak az értékesítési árat, mert nem teszünk, akkor nem tudjuk ezeket az embereket alkalmazni, akik itt dolgoznak, és az egész tógazdaság ellehetetlenül. A drágulás mértéke messze nem olyan, mint a takarmányáraknak az emelkedése, de azt gondolom ez a 15-20% közötti tóparti áremelkedés egészen biztosan érvényesülni fog. Mi a kereskedőikkel szemben már ezeket értékesítünk, el is fogadták ezeket az árakat a kereskedők, és ezen az áron értékesítünk most már. Az állatok, ahogy a mi, emberek is, a legjobb életfeltételeket keresik. Természetesen a Dunán, a Tiszán és a többi természetes vízünknél is élnek vízhez kötött állatok, de más nagyságrendben. Idén is a lakosság közreműködésével szeretnék megtalálni a városfenyőfáját.
Karcagváros önkormányzata az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az idén is a lakosság közreműködésével szeretné megtalálni azt a fenyőt, amely a polgármesteri hivatal előtti téren felállítva az ünnepdísze, a város karácsonyfája lehet. Ha az önkertjében telkén van olyan fenyőfa, amely esetleg mérete vagy elhelyezkedése miatt veszélyes, és tervezte annak kivágását, illetve felajánlaná a város számára, kérjük jelezze szándékát a 0630 363 30 76-os vagy a 0630 835 73 53-as telefonszámok valamelyikén. Áll a karcagi polgármesteri hivatal közleményében. A Javíts egy jegyet című pályázaton vesz részt a Kamaszbarát önkormányzat cím elnyerésére Karcag. A Kamaszbarát önkormányzat címet a Javíts egy jegyet című pályázathoz kapcsolódóan lehet elnyerni. A pályázó önkormányzatok saját településük legszorgalmasabb osztályát keresik, és a nyertes osztály számára felajánlják a 7. országos osztálykirándulás Kamasz Fesztivál részvételi díját, vagy szállás, vagy étkezési költségeit. A támogatás célja: a diákok tanulmányi eredményének javítása, valamint jutalmazása. A Kamaszbarát önkormányzat és a település legszorgalmasabb osztálya címek elnyerése. Részvétel a 7. Kamasz Fesztiválon. A támogatás igénybevételére jogosultak köre. A település legszorgalmasabb osztálya címet elnyerő általános iskola, felső tagozatos vagy középiskolás osztálya. A támogatás összege és mértéke. Az önkormányzat várható költsége az osztály létszámától függ. Szállás 2500-3000 forint per éj per fő, étkezés 8550 forint teljes, ellátás per fő, részvételi díj 9900 forint per fő. A teljes támogatás összesen 528000 forint, 549000 forint. A pályázat benyújtásának határideje és módja: a www.kamaszfesztivál.hu oldalon elhelyezett jelentkezési lap kitöltésével és a város címerének megküldésével lehet jelentkezni. A pályázat kiírója által megküldött együttműködési megállapodás tervezet aláírásával válik benyújtottá pályázat. A Javíts egy jegyet pályázaton induló osztályok a www.kamaszfesztivál.hu oldalon elhelyezett regisztrációs űrlap kitöltésével adják le tanulmányi eredményüket 2022. január 31-ig. A Javíts egy jegyet című pályázat keretében a Kamaszbarát önkormányzat cím elnyerésére 2021-2022-es tanévben újra lehet pályázni 2012 óta. 2007 és 2012 között 6 alkalommal került megrendezésre az Országos Osztálykirándulás Kamasz Fesztivál elnevezésű esemény, amely a tanévvégi tanulmányi kirándulások gyűjtőprogramja az általános iskola felső tagozatos és középiskolás diákoknak. 2011-ben Tiszafüreden volt a Kamasz Fesztivál, ahol Magyarország legszorgalmasabb osztálya címet Karcag érdemelte ki. A karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 1/13 diákjai 0,79%-ot javítottak jegyeiken. Javaslom a Javíts egy jegyet és a Kamaszbarát önkormányzat pályázathoz való csatlakozást, és a pályázathoz a 2022. évi költségvetésben maximum bruttó 549.000 forint előirányzat biztosítását. A javaslatot a városvezetők megvitatták és elfogadták. Szűrővizsgálatokkal és merrák elleni sétával várták a lakosokat Fegyverneken. A rendezvényen részt vett F. Kovács Sándor, térségünk és városunk országgyűlési képviselője. Az Egészség a Városért program keretében különféle szűrővizsgálatokkal és merrák elleni sétával várták a lakosokat Fegyverneken a Helyi Művelődési Központ és a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete jóvoltából. Nem lehet elégszer hangsúlyozni a megelőzés fontosságát, a szűrővizsgálatok kulcsszerepét egy-egy betegség kialakulásában, illetve lefolyásában. Fegyvernekiek közül szép számmal éltek a házhoz jött lehetőséggel, melyhez én is csatlakoztam. Jelentem, nálam minden érték a legnagyobb rendben van. Köszönet a szervezőknek, vigyázzunk az egészségünkre, nyilatkozta F. Kovács Sándor, térségünk és városunk országgyűlési képviselője. Köszöntöm nézőinket, köszöntöm a stúdióban Sári Kovács Szilvia, a polgármesterasszony, a Legszebb Konyha Kertnek, Magyarország Legszebb Konyha Kertje programigazgatóját. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlök minden kedves televízió nézőt.
Beszéljünk 2022-ről, az lesz a 11. éve a versenynek, hiszen most idén volt a 10. alkalom. Lesz a motto, vagy inkább én úgy emlékszem, hogy azt mondta a átadón, hogy nem ön szeretné meghatározni, hogy mi legyen, hanem várja a javaslatokat. Érkeztek-e már javaslatok? Nem tudom, még nincs róla információm, de örülök, hogy ez a téma felvetődött, mert szerettem volna itt fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy mivel Karcagon indult el először 2012-ben ez a verseny, én úgy gondolom, hogy a karcagiaknak van annyi előjogosultságuk és előnyük, meg érdemük az eddigi részletek alapján, hogy határozzák meg ők most, hogy mi legyen az év mottója, illetve az év kiemelt témája. Én remélem, hogy azért olyan kreatív javaslatok érkeznek, amiből tudunk is választani, és meg tudjuk határozni ezek alapján, a javaslatok alapján, 2022-es év kiemelt témáját, vagy a mottóját. Aztán, ha nem érkeznek ilyenek, akkor majd igazságot teszünk, de tényleg nagyon szeretném, hogyha mindenki élne ezzel a lehetőséggel, és csak egy kis papírra ráírva, bejuttatva az önkormányzathoz, a portálra leadva, vagy akár e-mailben megírva nekem, eljuttatja hozzánk, ezt én nagyon megköszönném, mert kíváncsi vagyok arra, hogy ők most ennyi kiemelt téma és motto után mit tartanak fontosnak. Mi az, amit hiányoltak eddig? Mi az, amit erre esetleg nekem nem volt még gondolatom, és nem volt még figyelmem. Bár én úgy gondolom, hogy elég sok mindent végigjártunk már, kíváncsi vagyok az ő véleményükre. És hát gondolom, hogy azért van elképzelésük. Most akkor van tér annak, hogy ezt elmondják. Hát azt gondolom, hogy ez nagy öröm mindenkinek, önnek pláne, hiszen azért 10 évvel ezelőtt, amikor 22-en elkezdtek itt kertészkedni Karcagon, azért nem gondolta, hogy több ezer ember tud ezen megmozgatni. Én úgy érzem, kívülállóként, hogy elérte a célját, ezt gondolom ebben ön is megerősít. Abszolút így van, hiszen minden településről azt a visszajelzést kapom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó program. Nem a pénzről szól, a szorgalomról, a lelkesedésről, az odaadásról, a kitartásról, a barátságról, a szeretetről, a földművelésről, annak szeretetéről, a földművelésnek, a kertgondozásnak a tudományáról, hagyományátadásról, közösségépítésről. Tehát tulajdonképpen mindig pozitív dologról, és a legnagyobb előnye az, hogy mindenkire hatással van. A 2-3 évestől kezdődően a 90 akárhány éves emberig mindenkit megmozgat, mindenkit összekapcsol, és nem véletlen, hogy most már az bölcsödésektől kezdve az idősek otthonáig mindenki részt vesz ebben a programban, és egyre több terápiás kertünk van, tehát a fogyatékkal élőket is meg tudjuk mozgatni, örömet tudunk nekik szerezni a kerttel, és gyógyítani tudunk a kerttel. Érdekes, hogyha valaki néz a televíziót és kertes műsorokat néz, akkor tapasztalhatta, hogy Angliában orvosok receptre írják föl a kertművelést. És ez komolyan így van náluk. És fizikai fájdalmat tudnak enyhíteni a kertészkedéssel, illetve nyilván lelki sérüléseket is nagyon nagy mértékben tudnak ezzel gyógyítani, úgyhogy a magyar ember nagyon jól él azzal a lehetőségével, hogy van földje, tud kertet művelni, ismeri ezeket a hagyományokat, tudja ennek a csínyát, bínyát, és nagyon jó dolog, hogy ezt át is tudja adni majd a fiataloknak, hogy ők is éljenek ezzel a lehetőséggel. Úgyhogy tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon jó program arra, hogy mindenki megismerkedjen ezzel, és mindenki ki tudja magát majd teljesíteni a kertben is, nem csak a munkájában, hanem hogyha hazamegy kikapcsolódásként a kertjében is. Én ezt kívánom, hogy 2022-ben még többen nevezzenek, és akkor egy év múlva beszámolhassunk arról, hogy újabb karcagi országos sikerek is születtek. Én ehhez önnek kitartást kívánok, a kerteseinek pedig egy picit jobb időjárás jövőre, mint ahogy idén adatott nekik. Én köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen én is, és minden kertművelőnek jó egészséget kívánok, további jó kertészkedést, eredményes terménybetakarítást kívánok, és kérem, hogy jövőre is nevezzenek a programba, legyenek hülyek hozzánk, és várom a javaslatokat. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!